a Pedagógus Kórusok Országos Társasága, Vásárosnaményi Város Önkormányzata, a Vásárosnaményi Liszt Ferenc Vegyes Kar és a Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket Handel és Haydn emlékére, a Kórus Társaság megalakulásának 30. évfordulója tiszteletére rendezett hangversenyünkön. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem körünkben Erdélyi Ágnes, a Kóta Művészeti Bizottságának és a Magyar Kodály Társaság elnökségének tagját. Tisztelettel köszöntöm Pasam Zoltán és Pasam Zoltánné magyar örökségdíjasokat. A Pedagógus Kórusok Országos Társasága elnökségi tag. Köszöntöm továbbá Nyíri János lelkész urat és feleségét. A nálunk éneklő kórusokat és a gyülekezet tagjait. Városos! Városunk idén ünnepli Városság nyilvánításának 40. évfordulóján. Az egész éven át tartó rendezvénysorozat egyik programja valósul meg a mai napon. Ritka alkalmak egyike ez a nap, hiszen nem sokszor fordul elő városunkban, hogy 17 az ország minden részéről érkező kórusokat köszönhetünk. Ma a város 4 helyszínén egy időben zajlanak a hangversenyek. Templomunkban 4 kórus fog fellépni a következő közel 2 órában. Remélem, mindenki nagyon jól fogja magát érezni a mai délutánon. Engedjék meg most, hogy tisztelettel felkérjem Erdélyi Ágnest, nyissa meg a mai hangversenyünket. Köszönöm szépen a meghívást, nagy szeretettel köszöntöm a dalosokat, a helyieket, a vendégeket. Amikor a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének Művészeti Bizottságában megkérdezték az elnök és a főtitkár, akik most nem tudtak eljönni, hogy ki az a kollégák közül, aki szívesen részt venne ezen az országos találkozón, azonnal jelentkeztem, mert én hazajöttem. Én Nyíregyházán nőttem föl, de a családom jelentős része lakik itt a felső Tisza vidéken, és ez a gyermekkorom egyik tündérvilága ez a környezet. Különösen a győrieknek mondom, akik esetleg ritkában járnak erre, hogy itt pár faluval, pár kanyarral odébb írt a Petőfi a Tisza című verset, és mi gyermekkorunkban ott fürödtünk, ahol a kis túl siet beléje. És hogyha még egy picikét tovább mennek, akkor megtalálják Kölcsei Ferencnek a faluját, ahol a temetőben nyugszik. Igazi történelmi emlékhely, úgyhogy anélkül haza ne menjenek a közeli Győrbe, hogy ezeket a helyeket meg nem nézzék. Amikor elkezdtem ismerkedni ezzel a csodálatos szövetséggel, a most 30 éves Pedagógus Kórusok Szövetségével, én kezdő tanár voltam, és Fasang Árpád bácsi éppen a mi Veszprém Város Vegyes Karunknak volt a minősítő zsűrije. Számomra ez csodálatos, ez az összefogás, amit a pedagógusok 30 éve országszerte megmutatnak Magyarországnak, és azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen ez a legeslegfontosabb kórusszövetség, mert a gyermekkórusok, hogyha összefognak, ők még azért nem tudnak annyi mindent tenni az országért. A templomi énekkarok máshogy tudnak tenni az országért, imádságosan énekelnek, a pedagógusok kezében viszont az egész országnak a nevelése ott van. És ide, erre a megyére gondolt Kodály Zoltán, amikor azt mondta, hogy az mindegy, majdnem mindegy, hogy ki az operaháznak az igazgatója, viszont hogy Kisvárdán ki az énektanár, na az egyáltalán nem mindegy. Most látok itt fiatal pedagógus arcokat, meg régóta fiatalokat is úgy szoktuk mondani. Azt az élményemet szeretném önöknek elmondani, hogy sokszor mondjuk azt, hogy Kodály országa hát nem igazán virul olyan szempontból, hogy nem mindenki énekel, nem mindenki szeret együtt énekelni.
hogy mit kellene tennünk az iskolákban, az énekkarokban. Csak röviden hadd mondjam el, hogy most alkalmam volt pár éven keresztül egy Európa Cantat Fesztivál miatt Észtországba járni. Észtországban ismerik a Kodály módszert, Veljo Tormis maga is járt Kodálynál, amikor Kodály 80 éves volt. Hazavitték a szolmizációnak a technikáját, de tulajdonképpen nem használják az iskolákban, viszont Észtországban minden gyermeknek minden évfolyamban kettő énekórája van, és a kettő énekórát végig éneklik. Minden iskolának van énekkara, minden iskolának. Az iskola énekkarokban nagyon sok gyerek énekel, a gimnáziumoknak ugyanúgy van énekkara, az egyetemeknek pláne van énekkara, és Észtországban egy éneklő országot látunk. Most hadd csináljak nekik reklámot, július első hétvégéjén fogja, biztos, hogy az internet is valahogy fogja közvetíteni, a 150. észt dalos ünnepet. Ha szeretnének látni egy éneklő országot, mindenképpen ezt az adást keressék meg, mert sírnivalóan gyönyörű. És én erre azt mondom, hogy most, hogyha nálunk van a családban egy kisbaba, van-e, aki megtanítja őt énekelni? Hamarabb megtanul énekelni, mint beszélni. Van-e az óvodában óvónéni, aki mindenkit megtanít énekelni? Van-e az általános iskolában kell a két énekóra, de az alatt énekelni kell? Végig 45 percet. Miért is ne? És vannak-e olyan karvezetők, akik csinálnak minden iskolában énekkart, és nem adják föl? És hisznek abban, mert tudom én is, sok gyermekkel dolgozom, hogy a gyerekek szeretnek énekelni. Arra szeretnék biztatni minden magyar pedagógust, minden magyar pedagógus kórust, és minden kollégámat, hogy ne adjuk fel, mert ez Kodály országa kell, hogy maradjon ezután is. Szeretettel gratulálok a rendezőknek, majd Iványi Tamásnak külön át fogom adni, együtt jártunk a Nyíregyházi Zeneiskolában, és minden fellépő énekkarnak nagyon sok örömteli percet kívánok. Köszönöm szépen! A következő percekben a Zámori Főnézkők kórus műsorát hallhatjuk. Felkészül a Tiszaföldvári Női Kar. A Főnix kórus előadásában ősi élállások, Solideo Gloria, Egyenessé Váljék, az úton, Tiberius Vizisben, Igéddel áld meg, Schweitzer, Bühler, Santa Maria hallhatjuk. Vezényel, Ola Ágnes. Hallgassák szeretettel őket. Solideo, Solideo.
Oh.
Schweitzer Bülow Santa Maria című művét énekeljük. Santa Maria,
megkérem a Tiszaföldvári Női Kar fáradjanak ki. A következő percekben a Tiszaföldvári Pedagógus Női Kar műsorát láthatjuk, hallhatjuk. Műsorukban Vasang Árpád jelige, Horváth Géza madárdal, Bartók Béla elment a madárka, Garai József áldalok búval, vigalommal és Garai József tűz című műveit hallhatjuk. Fogadják őket szeretettel!
erdős művészetet. Megkérdem, hogy a kérdői körül a város vegyes kartú fáradjanak ki. Az új fehértói körkép városi kérdésben következik. Repertoárikor, Krüger, Osváth Viktor, Jöjj, mondjunk hálaszót, Csétót Kálmán, Nömoró, Szólj hozzám Istenem, Elger, Kritinik, Hálás szívvel áldunk, Kársten Kervi, Gaudan Csúzis, Szokolai Sándor, Áldjuk Isten nagykegyelmét című műveit hallhatjuk. Vezénye, Király Kálmán, közreműködik Darogi Sándorné. Fogadják őket szeretettel! Segítsd a tőle, a bőrzár, a bőrzár!
kérem a győri pedagógus énekkar, hogy is fáradjanak. A győri pedagógus énekkart láthatjuk és hallhatjuk a következőben. Műsorunkban Hassler, ünnepre jöttünk, Palesztina, Kerényi György, Kert, Lom, Virág, Szokolai Sándor, Zsoltározó, Kodály Zoltán, Balasi Báli, Szép könyörgés, címűveik hallhatjuk. Vezényel, Katona Tibor, Pasarkíjas Karnaj. Elnézést kérek, hogy itt prózával kezdem, de nem csak kórusok vagyunk itt, hanem a sok más vendég, hallgatóság, és Erdélyi Ágnes itt szólt a bevezetőjében a mindennapos éneklésről. Én úgy gondoltam, hogy énekeljük mindannyian, mielőtt még itt mi elkezdjük a műsorunkat. Utána a kórusok, mi úgyis fogunk együtt énekelni, de most mindenki énekeljen együtt. Szomszéd városnak egy borzasztó egyszerű, mármint a nekünk szomszéd, Győrnek szomszéd, Komáromi kisleány, vigyél átom, éneket mindenki tudja. Komáromi kisle, tesünk, Komáromi kisleány, vigyél át a Dunán, a Dunán, a Dunán, vigyél át a Dunán. Hát hiszem a Dunán, megcsokolnak a partján, a partján, a partján, megcsokolnak a partján. Köszönöm szépen! Thank you.
Fogadják szeretettel Handel győzelmi kórusát, vezényel Katona Tibor. Tapsot, gyönyörűen énekelt mind a négy kórus, köszönjük szépen! Este 7:30-tól a közel 600 ember fog együtt énekelni Vásáros Taménban a múzeum udvarán. Szeretettel várunk és szeretettel hívunk mindenkit. Mind a 18 kórus együtt fog énekelni este 7:30-tól. Várunk mindenkit szeretettel. Még egyszer köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet mindenkinek!